két aranyat, egyikként az összetett győzelemért járó medált is nyert Los Angelesben Illés Dávid mezőkövesdi tornász. Júliusban és augusztus elején Los Angelesben rendezték a speciális olimpia nyári világjátékokat. A mezőkövesdi Illés Dávid kimagasló teljesítmény nyújtva tornában elnyerte az összetett legjobbjának járó aranyérmet, de korláton is a legfényesebb medált szerezte meg. Ezen kívül nyújtón, gyűrűn és talajon a második, lólengésben a harmadik helyen végzett, ugrásban pedig ötödik lett. Illés Dávid 6 éves kora óta tanul Egerben, s ott is edz. Főiskolán minden nap edzettünk edzővel. Lólengéssel, meg a korláttal, a nyújtóval, meg az ugrással. Abból lett a ötödik hely. Dávid kedvence egyébként a gyűrű. Nekem a legkedvencem a gyűrű. Meg a ló, az ugrás, a talaj, meg a nyújtó. A gyűrű az van, hogy felhúzzuk magunkat, a levegőben egyenesen vagyunk, lábunk fent a levegőben, a bicska, láttartás, vissza le, megint fel, szonnit, el kell ugrani. Dávid szeretne részt venni a 2018-as brazíliai világversenyen is. A sportolót mostani kiutazásában egyébként többen is segítették. Mezőköves városi önkormányzatának, a kisebbségi önkormányzatnak és egy pár magánszemély által sikerült összeszedni azt a pénzt, ami által ő ki tudott jutni a Los Angeles-i olimpiára. Nagyon örülünk ennek a sikernek. Mezőköves városának hozott az Illés Dávid egy új szint, mert még tornában nem nagyon emlékszek rá, hogy volt-e esetleg ilyen siker Mezőköves városába. Most ő a fiatal tehetségét bemutatva meg tudta mutatni Los Angelesbe. Pacó Kernő elmondta azt is, szeretnék támogatni Dávid jövőbeni pályafutását is, remélik sikerül további szponzorokat is a fiú mögé állítani. A sportolót az önkormányzat is köszönteni fogja.